Február 1-én került megrendezésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskolájának szalagavató ünnepsége. A rendezvény Zelenkáné barát Éva tanárnő nyitotta meg Hamvas Béla Isten tenyerén című versével. Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre. Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkön táncolni. Láttam a békét az emberek szívében, láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni, láttam az Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. S az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy. A folytatásban Szabó Adrien köszöntötte a megjelent vendégeket, majd a jubiláte női kardallamai csendültek fel. Az utolsó szíved vezet.
A műsorszámot követően Kovács Éva iskolaigazgató osztotta meg ünnepi gondolatait. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel, nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés, az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, hozzátartozók, végzős diákjaink, kedves kollégáim! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves egybegyűltet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola 2018-19-es tanévének szalagavató ünnepségén, amely az intézmény fennállása óta immárom negyedik a sorban. A szalagavató ünnepé minden tanév kitüntetett eseménye, s bár nem volt munkaszüneti nap a mai, mégis érezzük a rendkívüliségét. Az ünnephez méltó alkalom kell, valami, ami egy szűkebb vagy tágabb közösség életében magvasabb gondolatokat, közös érzéseket hív elő. Valami, ami mindenki számára fontos. Éppen ezért talán ez az ünnepség a legszebb évről évre az iskola épület életében. Van valami meghitt, valami családias abban, ahogy szülők és gyermekek, tanárok és tanítványaik együtt ünnepelnek. Közös az öröm, közös a meghatódás. Ilyenkor még a közösen átélt surlódások és konfliktusok is értelmet nyernek. Mindannyiunk késztetése, ereje és áldozatkész munkája kellett a mai örömhöz. A közösen kitűzött cél előtti utolsó kanyarba fordultunk a szallagtűzéssel, mely jelképezi a büszkeséget, a kitartást, a mérhetetlen sok munkát, a közeledő búcsút, az összetartozást, és megkezdődik a visszaszámlálás, hamarosan befejeződnek a szakközépiskolai évek. Azon gondolkoztam, vajon milyen jó tanácsot, bölcs gondolatot osztatnék meg ezekben az ünnepélyes percekben, amelyek akár útravalóul szolgálhatna végzőseinknek. Nemrég kezembe került egy felnőtteknek szóló mesekönyv, amelyet egy súlyos betegségben szenvedő gyermek édesapja írt. A szomorú történet ellenére úgy vélem, a könyv bátorítást, távlatot adhat mindannyiunknak. A szerző a gyermeki lélekről írva így van szülők és nevelők felelősségéről. Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzetnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni. Ha megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot. S ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. Kedves végzős diákok! Iskolánk falai között ti is megtapasztalhattátok az elfogadást, a bizalmat, a türelmet, a megbecsülést és a barátságot. Bátorító, türelemmel teli légkörben teltek mindennapjaitok, bizalommal, dicséretekkel segítettek benneteket tanáraitok. Erősítették önbizalmatokat, ahogy emberi méltóságotok is fejlődhessen. Az együtt átélt évek, a szükségszerű ellentétek, nézeteltérések, konfliktusok ellenére szeretetben teltek el. Csak bízom abban, hogy ti is a közös hangot kerestétek egymással minden együtt töltött tanórán, a tanórán kívüli közösségformáló eseményeken, iskolai kirándulásokon. A mai nappal lezárul valami, bár most még csak jelképesen, még az életetekben. Elindultok egy úton, amelyen próbatételek sora vár rátok. Szakmai vizsga, elválás a családtól, önálló élet. Határidőkre, számlákra figyelni, ügyeket intézni önállóan úgy, hogy senki nem fog figyelmeztetni semmire. Ma jelképesen elindultok azon az úton, amelynek végén kiléptek az iskola kapuján, a nagybetűs életbe. Szent György Albert azt mondja, az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Kívánom nektek, hogy a szakközépiskolában eltöltött évekből, az itt megszerzett tudásból, élményekből, emlékekből, lelkileg és szellemileg egyaránt táplálkozzatok. Kívánom, hogy az itt kötött barátságokat, emberi kapcsolatokat életetek végéig megőrizzétek, és erőt merítve a múltból, mindig őszinte hittel és reménnyel tekintsetek a jövőbe. Búcsúzásul Pázmány Péter biztató szavait idézem. Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Nem utolsó sorban ne felejtjétek megköszönni szüleiteknek, szeretteiteknek mindazt a gondoskodást, amellyel elhalmoztak benneteket, s azt, hogy lehetővé tették, hogy szakmát tanulhassatok, s a mai napon e szép ünnep részesei lehessetek. Ilyenkor talán még ígéreteket is lehet és érdemes tenni, hiszen ahogy Anatole France mondta, az ígéretek kevesebbe kerülnek az ajándéknál, és sokkal többet érnek annál. Sohasem adunk annyit, mint amikor reményt adunk. Szalagavatásotokhoz gratulálok, viseljétek rangidős jelzéseteket büszkeséggel és jó érzéssel. Kedves szülők, önökkel együtt éltük át, ahogyan annyira féltett, kicsi és kevésbé kicsi gyermekei külsőleg és belsőleg változva, bátortalan diákból felnőtté cseperedtek, és elérkeztek életük egyik legfontosabb szakaszához. Köszönjük, hogy segítik munkánkat, és kívánjuk, hogy gyermekeik a sok aggódást, féltést, gondoskodást és szeretetet eredményeikkel igazolják. Nevükben is Márai Sándor szavaival szeretném megköszönni azt a munkát, amely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki előle, s nem törött sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, a verejték, az áldozat. Minden másnál illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb, mint a lepke szárnya. Kedves tanártársaim, kollégáim, szeretettel üdvözöllek benneteket is, akik méltán kiérdemeltétek a köszönetet és a hálát, mindazért a felsorolhatatlan sok jóért, amit a diákokért tettetek évről évre. Juhász Gyula szerint a tanár az a gyerek, aki legtovább jár iskolába. És én hozzáteszem, időnként rendkívül nehézségek és mérhetetlen erőfeszítések árán. Ugyanakkor Stephen King óta tudjuk, hogy a tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden 7 órából 5-öt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania. Köszönöm a munkátokat, szorgalmatokat, kitartásotokat, türelmeteket, ami tartson ki az évvégi hajrához és a vizsgai időszakhoz is. Köszönöm minden kedves meghívottnak, hogy meghívásunkat elfogadta, és részvételével megtiszteli az eseményt. Köszönöm a fenntartó szakmai és emberi támogatását, és nem utolsó sorban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület Közép-Dunántúli Régió folyamatos pártfogó segítségnyújtását. Engedjék meg, hogy egy ismert idézettel zárjam beszédem, a műsor további részéhez jó szórakozást kívánok, és hogy szívükben őrizzék a mai este szép emlékét. Az út nem az ajtón túl kezdődik, hanem éppen ott, ahol állsz, a lábad alatt, és ha nem lépsz, akkor az ajtóig sem jutsz el. Lehet, hogy kevésnek érzel egy lépést, de ha azt sem teszed meg, sosem látod meg az utat az ajtón túl, és a holnapot sem. Mert a holnap sem majd kezdődik, hanem most. Ma. Minden holnap a mában indul, és lehet, hogy kevésnek tűnik a mai tett, de holnap látod az eredményét. A mai kevés, a holnap mindene lesz. Csak indulni kell. A mában, az ajtó felé, a holnap felé. Kedves végzőseink, emlékeztek még, amikor tavaly együtt ültük végig a szalagavató próbáit? Bizonyára már akkor is gondoltatok arra, hogy egyszer majd ti lesztek a figyelem középpontjában, és megkapjátok saját szalagjaitokat. Gondoltatok akkor arra, hogy mit is jelent a szalagavató egy szakközépiskola életében.
Egy diák két avatáson esik át az iskola falai között. Először beavatódik az iskola tagjai közé, most pedig, ahogy ti is, beavatódtok a felnőttek nehéz, döntésekkel teri, felelősség teljes, ám de izgalmakkal, kívásokkal, szabadsága teri világába. A rátok kerülő szalaggal nem váltok egy csapásra érettebbé. Nem lesz meg vele együtt a szakmai vizsga. Ugye milyen kár? De a kabátotokra tűzött szalag azt jelenti, iskolátok legidősebb diákai vagytok, a város egyetlen középiskolájának végzősei. A szalag egyszerű, hétköznapi, prózai jelentésében egy hosszú, keskeny, vékony textil szövetből készült tárgyat takar, melyet gyakran használnak csomagok díszítésére, hogy azokat még ünnepélyesebbé tegyék. Azonban a szalagnak van sokkal mélyebb, átvittebb jelentése is. Jelenti a halhatatlanságot, a tökéletességet, a győzelmet, a virágzást és a kifejlődést. Mely kifejezéseket igazán magatokéknak érezhettek az iskolában eltöltött évek, emlékek, tanulmányok hatására. Annak reményében állok itt az alsóbb évfolyamot képviselve, hogy beszédem alatt felidőzöttek bennetek a szép emlékek, melyekre a későbbiekben is szeretettel gondoltok. Például emlékeztek a sportnapokra, a főzőversenyre, a különböző előadásokra, programokra, szakmai versenyekre, amiken együtt vettünk részt, a közös karácsonyokra. Ha most rátok nézek, csinos ruhátokra, megéletődött arcotokra, várom a pillanatot, mikor mi állunk majd itt. Azonban, ha előttetek álló feladatokra gondolok, ódáznám még a percet. Boldogsággal és büszkeséggel tölt el, hogy a nehézségek ellenére eljutottatok idáig, és kívánom, hogy az előttetek álló kívásokat a legjobb tudásotok szerint sikeresen vegyétek. Használjátok ki a még együtt tölthető időt az iskolában, azon kívül is beszélgessetek társaitokkal, tanáraitokkal, akik sokat segítetnek még nektek az elkövetkezendő hónapokban. Győzzetek a szakmai vizsgán, ahogy a szalag jelentése megkívánja. A rendezvényen immár hagyomány szerint felkötötték az iskola zászlajára a szalagot, majd az osztályfőnök, az intézményvezető és a végzősök szalagtűzése következett. Sárkány Tímea. Ez a sors, Baranyai Rózsa Eszter. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég. Ez a föld, László Balázs. A só melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Míg a múlt, eder hat, Orsós Ferenc Rihárd. Van egy út, és a holnap tám békét igény. Ez a föld, Orsós Patrik. Mala Rihárd. Ősi István Dániel. Kaposi Nikolász. Orsós Vanessa. Orsós Zsófia. Kozáni Alex. Orsós Roland. Deák Dávid. Horváth Sebastián Rudolf.
Amíg a diákok felkészültek a nyitótáncra, Kurdi Róbert szórakoztatta a közönséget, majd következett a napfénypontja, a diákok tánca. Felnőttél, más lettél, minden álmom elmúlt még. Az úton menj tovább, ne nézz vissza már. Menj, az úton menj tovább, ne nézz vissza már. My rainbow.